Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez a híd bemutatás, a Békés hídak bemutatása, úgyis Békés a sokan, sőt nevezik hídak városának, és itt hát nem ezről lesz először szó, hanem a Kisvasúti hídról, ami hát ami amúgy ott lenne, de oda nem megyek ki, mert az nagyon balesetveszélyes, nem lehet rámenni, egy ilyen vasbeton az egész. Ez viszont a Jámbor utca híd, a teljes hossza az 12 méter, a teljes hossza, a szélessége pedig 2 méter, átadás ideje pedig 1960-ban történt meg, régen pedig faszerkezetű volt, úgyhogy most átsétálok rajta, ennyi. Úgyhogy ez az első híd, ez régen ugye faszerkezetű híd volt, és nem olyan régiben pedig megrongálták itt a korlátokat. Úgyhogy ez az első olyan híd, ami hát elég érdekes híd amúgy. Na de hát ez a Jámbor utcai híd, ami kivezet a Hőzsőre, meg a Kispince a másik vége. Úgyhogy a következő híd pedig a Fábián utca híd jön. Úgyhogy most erről ennyit. Így előjáróba. Egy gyönyörű szép híd. Nekem tetszik, csak egy kicsit szűk, hiszen itt egyszerre csak egyen látnak, de a vicc, hogy oda még mindig fel vannak akasztva a cipők. Úgyhogy ennyi a Jámbor utcai híd, és megyünk tovább a Jámbor utcai hídtól, most jön a Fábián utcai híd, egy óriási, az is egy ilyen híd, csak az sokkal szélesebb. Ez. Remélem ez a videó is nagyon fog tetszeni nektek, és ezt is a YouTube-on fogjátok tudni csak megnézni, és én belinkelem a linkét, a YouTube-os linkét. Úgyhogy ennyit a Jámbor utca hídról. Nekem tetszik ez a híd, még egyszer mondom, hiszen ilyen szép hídunk van. Most pedig a Fábián utcai híd lesz, az hát elég érdekes lesz, mert én egybe szeretném felvenni, úgyhogy hát ha nem, úgyhogy most bocsánat, elnézést, de az utcák is benne lesznek, de ne ez ne zavarjon titeket. Most jön a Fábián utcai híd, ami kicsit hosszabb tán, mint a Jámbor utcai híd. Megyünk végig a Kispincén, és a Kispincéről fogunk rámenni a Fábián utcára. Vagyis hát még előtte talán nem. Tehát
Elnézést. Ha itt is van egy híd, akkor... De hát az nem híd, itt az nem itt van. Hoppa. Akkor csak a Fábián utca híthoz megyünk. Mert nem találtam meg azt a hídot, pedig a kis pincéről is van állítólag egy híd. Azt hittem, hogy itt van az. De... Ezek szerint... Itten nincs híd. Csak építkezési terület van itt ezen területen, úgyhogy megyünk tovább a Fábián utca hídhoz. Hát igen, csak itt most ez kicsit veszélyes is lesz. Na ugye. Mindjárt itt vagyunk a Fábián utcán. Csak ez forgalmas. Ott már látszik a háttérben, hogy az a Fábián utcai híd. Itt van. Meg is jöttünk, ez pedig már itt a sétány. Meg is jöttünk a Fábián utca híthoz. Úgyhogy itt vagyunk a Fábián utca hídnál, aminek teljes hossza 11 méter, szélessége 9,6 méter, kicsit nagyobb, mint a Jámbor utca hídnak a szélessége, hát ugye itt már többen elférnek rajta. Átadás ideje viszont kicsit később, mint a Jámbor utca hídnak, 1964-ben adták át ezt a szélesebb hidat, mint a Jámbor utca híd, ez is egy nagyon gyönyörű híd, hát szinte ugyanúgy is néz ki, de erről csak ennyi adatot tudtam összeszedni, úgyhogy ez a híd, ez így néz ki, hát mindenki ismeri, csak annak, aki esetleg újdonság neki, hogy ez itt van, ez a Fábián utca híd, ez a, hát ugye a Karacsra is levezet, momentán már épült ide sétány is, úgyhogy ez ide vezet. Úgyhogy, és hát a másik vége meg a... Egészen a... Hát most azt nem tudom mondani, milyen utcáig vezet el a másiknak a vége. Úgyhogy ez a híd, ez így néz ki. Megyünk tovább. Most jön az Erzsébet-ligeti híd, de ha így haladunk, akkor lehet, hogy több hidat meg fogunk tudni ma csinálni. Úgyhogy lehet, hogy nem csak a Erzsébet hídig megyünk el, hanem kimegyünk a Főtéri hídig, meg aztán meglátom, hogy meddig tudunk ezzel a kicsivel elmenni. Eddig 9 perce, hogy veszem ezt a videót. Úgyhogy még egyszer ez a Fábián utcai híd, ami elég kicsit hosszabb, mint a Jámbor utcai híd volt, bár annyira ez hosszú, tehát
Akkor most megyünk az Erzsébet-ligeti hídig, ami egy teljesen újonnan épült híd, ezt már így elárulom. Annyira nem régen épült fel. És hát most itt a sétányon vagyunk. Az itt van. Már látszik a háttérben ez a híd, ami faszerkezetű híd, de ez azért épült ide, hogy könnyebben meg lehessen közelíteni az Erzsébet-ligetet, a kulturális központot, meg a madzagfalvi napokon ez óriási jelentőséggel bír. Ez a híd, ez ennek ezért fontos ez a híd, de mindjárt elmondom teljesen a részletesen a történetét. De ez bőven bő történet róla. Erzsébet-ligeti híd. Teljes hossza 14,3, ez még hosszabb, mint a Fábián utcai híd. Szélessége 2,25 méter. Átadás pedig 2007, tehát nem véletlenül mondtam azt, hogy ez egy teljesen újonnan épült híd. 10 éve már, több mint 10 éve, hogy itt áll. És azóta fel lett újítva, de viszont faszerkezetű híd. Faelemek vannak rajta, mindjárt sétálunk rajta. Hogy bővebben lássátok, hogy ez egy tényleg egy faszerkezetű híd. De ez egy nagyon szép híd van különben. Az egyik legszebb híd itt Békésen. Úgyhogy nekem nagyon is tetszik. Hiszen hát, mert mivel faszerkezetű, tehát azért tetszik jobban a faszerkezetű híd, hidak nekem, mint a fém, mert ennek van valami jellegzetes jellegzete. Fönt ezek a fém pillérekkel nagyon szép híd ez. Úgyhogy ez még egyszer azért épült ide, hogy a kulturális központot és a Karas Teréz utcát könnyebben el lehessen érni. Tehát ez egy ilyen terv volt régen, és ez megvalósult, és hála azóta is hülyen szolgálja a békésiek életét, hiszen ott pedig a háttérben még mindig látszik a Fábián utcai híd. A következő híd az a főtéri híd lesz. Hát én a főtéri hídra nem fogok rámenni, hanem eltoljuk a kerékpárt, gyalog a főtéri hídig, innen is látszik rendesen. Úgyhogy végig megyünk a sétányon. Közben ott a háttérben felújítják ezt a szép házat. Hát végre, hogy az is rendezve lesz. Mert azok külön témát fognak kapni. Ahogy a liget is egy külön téma lesz. És hát jövő héten pedig a városi filmünk folytatódik tovább. Most annak is itt van, akár fel is tudnám olvasni, hogy mi lesz a következő rész tartalma. Tehát nem fogom felolvasni. És szépen eltoljuk oda magunkat a legvégére.
megmutatom a főtéri hidat. Elvilegben annyit kell tudni róla, de én ezt nem nagyon hiszem el, hogy ez a legrégebbi híd, hiszen szerintem az a legrégebbi híd, amelyiket nem régen kiásták. De lehet, hogy ez is annyira régi, hiszen ezen ráadásul a kisvasút is, ha jól tudom, átment rajta, úgyhogy hiszen... Közben a bagó égterem, ami régen itten sportokat, sportépület volt, úgyhogy... De erről majd bővebben fogok beszélni. Hát közben itt a háttérben láthatjátok a gödört, hogy valahonnyira már elkészült, de még nincs teljesen kész, de... És akkor itt a főtéri híd. Megérkeztünk, most kicsit közelebb is megyek hozzá. Főtéri híd, hát a legrégebbi hídnak nevezik, amin átment valószínűleg a kisvasút is, ami volt régen Békésen. Ez, hát ez is ilyen fa szerkezetű, ám de nem. Tehát ez inkább ilyen betonféle, csak ilyen fa korlátok vannak rajta, amik, hát nem tudom, de régen ez se fa volt, hanem ilyen vas volt rajta, jól emlékszek könyveimből. Ez egyik legforgalmasabb híd Békésen, hiszen itt hát az áthaladó forgalom, tehát ez egy lebonyolítja ezt a forgalmat. Úgyhogy ez a híd az egyik legforgalmasabb hídunk Békésen. Hát nekem ez annyira nem tetszik ez a híd, mert hát semmiféle olyan funkciója nincs igazából a forgalomunk kívül, ami annyira tetszene rajta. Nekem jobban tetszik az Erzsébet híd, meg azok a hidak, amik, hát van egy jellegzetes kinézete, de ennek nem, tehát ennek nincs úgy jellegzetes kinézete, szépnek szép, de viszont semmi. Tehát, hogy egy ilyen híd a Jámbor utcai híd is, ilyen híd a Fábián utcai híd is, de, és ez is, tehát ezeknek van, tehát annyi funkciója van, hogy lebonyolítja a forgalmat. De azon kívül semmi jellegzete nincsen. Fakorlátjai vannak, félig vasok is. Tehát vannak ilyen zöld vaspillérei, és azon kívül semmi. Tehát ennek nincsen túlságosan nagy jelentősége. Szerintem tovább megyünk. Megpróbálkozok átkelni, aztán ha jön a rendőr, akkor megpróbálom óvatosan, minden, és ez nagyon balesetveszélyes, aztán mi folytatjuk szerintem a hídakról a történetet, mert ha ma meg tudom csinálni, az nagyon jó lesz. És akkor minden az összes híd meg lesz csinálva. Hogy legalább eljutunk a... valameddig. Hát igazából csak annyi, hogy átkelünk az úton, és folytathatjuk a hidakról szóló történetet. Mert a következő híd viszont az új csókhíd. Tehát, hogy...
Ennyi? Hát eléggé illatos, hogy most én csinálok, főleg, hogy mögöttem jön egy autó. Főleg, és hogy itt. Csak nagyon jó rendje. Nagyon sok. Nagyon veszélyes, amit én csinálok. Senki ne utánok be. Nem merje meg, mert ez baleset veszélyes. És ennyi. Senki nem merje utánok. Senki. Tehát ez... Én is csak profi módon, tehát... Itt van mindjárt az új Csók híd. Ez is egy új híd. Egyszerre épült a Erzsébet-ligeti híd. Ugyanabban az évben adták át ezt is, mint az Erzsébet-ligeti hídat. Azt is 2007-ben adták át, ezt is 2007-ben adták át. Ez is gyönyörű híd és nem faszerkezetű. Hagytam a papírt. Na, az új Csók híd. Teljes hosszúsága 15,6 méter. Szélesség 2,25 méter. Átadási ideje, ahogy mondtam, 2007. Ez is egy jellegzetes híd. Ez egy faszerkezetű híd. Hát így sokan mondják, hogy ugye van egy régi Csók híd is. Hogy csináltak egy újat. De, hogy itt szerintem eredetileg nem tudom, hogy volt-e híd, de ha volt, akkor ha valaki be tudja linkelni alá egy képet, azt megköszönöm, de én szerintem a régi Csók híd az, ami ott van. Tehát ahhoz már ki fogunk menni. Hát szerintem ma meg fogunk tudni csinálni mindet, ha ilyen gyorsak vagyunk. Úgyhogy ez is egy nagyon szép híd, nekem ez is nagyon tetszik. Igen, ennek van valami funkciója. Hát annyi, hogy a piacot összeköti a Adi lakóteleppel is, de itt a környékkel is, ugyanis itt most itt is sétány van. Végig sétány van, képítve, tehát ez egy nagyon jó hely. A következő hídunk a Fúró utcai híd, ami üzé, de előtte még annyit erről még egyszer, hogy ezt 2007-ben adták át. Gyalogos is, kerékpáros híd is. Úgyhogy egy... Hát itt van a róla minden adat ezen a kis táblán, hogy ökoturista ismeretterjesztő útvonal hídjai, valamint információs fáz létesítése. Ezek mind megtörténtek annóba. Hát 2007 körül. Úgyhogy itt a piac és a Ady Endre utcát köti össze, vagy amint a Csabai utat is összeköti ez a híd. Nem véletlen hívják Békést a hidak városának. Összesen 20 hídja van Békésnek, ezt jól tudni. Ami működőképes, viszont a Kisvasúti híd az sajnálatos módon semmiféle funkcióval nem rendelkezik. Már a mai állapotában, hiszen hát elgyalogulunk adáig.
az olyan messze van már egyik híd a másiktól. Úgyhogy még egyszer ez a új csókhíd. Senki ne kérdezze meg, hogy miért hívják. Ennek is van egy története. Úgyhogy... És itt a Fúró utca híd, a másik, ami a piachoz is be van kötve, de a másik vég az orvosi rendelőhöz megy ki. Úgyhogy ez. Ez viszont eredetileg ez is fa szerkezetű volt, de mindjárt mondom a teljes adatokat róla, hiszen fontos tudni, hogy ez milyen híd. Fúró utca híd eredetileg faszerkezetű volt, teljes hosszúság 20 méter, a teljes hossza. Hát, ahhoz kéne hozni egy szikszalagot, hogy én ezt lemérjem. Szélesség 2,5 méter, szélessége, átadás pedig 1960-as években történt meg. Hát nagyjából minden hidat igazából, kivéve az Erzsébet-ligeti hidat, meg az Újcsók hidat. Azon kívül minden hidat ilyen a 60-as években adtak át békésen. Hát a nagyon, úgyhogy ez ennyi. De ez is egy ilyen, hát nekem nem tetszik, tehát hogy... Nem azért nem tetszik, mert nem szép ez a híd, hanem azért, mert ilyen vaskorlátos. Tehát hogy... funkciója ennek is csak annyi, hogy áthalad a lebonyolítja a rendelőhöz meg a piachoz a forgalmat, de azon kívül semmi más funkciója nincs ennek a hídnak. Viszont most menni kell egy kicsit, mert azért a másik híd az a Dr. Ferencnél van, az pedig a régi csókhíd, és onnastól már csak egy híd van, ami az Élővíz csatornán átevel, vagy kettő is lenne, de a Malomasszonykerti hidat csak megemlítem, mert oda én most nem megyek ki, mert az nagyon messze van. Azt csak megemlítjük. Hát közben pedig itt egy jó újabb beruházás épül békésen a sportcsarnok. Ez egy nagyon vitatott beruházás. Hát kinek hogy... mi a véleménye róla, én ebben most nem megyek bele. Egy biztos nagyon vitatott dolog. De most a vélemények nem számítanak. Mert most a hidak miatt vagyunk itt. Úgyhogy ennyi. És ma nem várható fotózás, csak a hidak a kis filmet megígértem. Mindjárt megérkezünk a következő híthoz. Na ez tök jó lett itt a... meg lett csinálva a járda. Ide, hogy be lehessen könnyebben jönni a sétányra. Arról majd külön lesz fotózás. Csak most a fotózások igazából arról szólnak, hogy az utcákat fotózom folyamatosan, hiszen ez is, és az is fontos. Hát ide horgom a kréper nagymár. Újra leparkintjuk a kréper. Na megjöttünk a következő hidunkhoz. Ajaj. A régi csóki, de eredetileg ez is faszerkezetű volt. Teljes hossza, ennek is 20 méter a teljes hossza, szélessége is 2,5. Tehát megegyezik a Fúró utcai hídnak a
hosszával, sőt a szélességével is, és ezen is átgyalogolunk. Úgyhogy ennyi, tehát gyorsan ennyit, úgyhogy tehát ez is olyan híd, ami nekem annyira nem tetszik, de hát kinek mi a szíve joga, hiszen azon kívül, hogy a Petőfi utcát a Dr. Heffernc általán iskolát összeköti, azon kívül semmiféle más, tehát nincs benne az a szépség, tehát ilyen vaskorlátos, ilyen kék, amilyen a többi is, és hát fémkorlátos, ilyen vaskorlátos, azon kívül semmi. Meg hát a Fáj utcát is összeköti, már nyilván a Fáj utcai lakóknak is ez egy jó dolog. Úgyhogy azon kívül semmi, tehát van, az kész. De amúgy de nem azt mondom, hogy nem úgy tetszik, csak nekem nincs új funkciója, de annyi funkciója van, hogy áthaladhatnak rajta a biciklisták, meg ezért, de amúgy azon kívül semmi. És hát lassan elkezdjük szépen lemenni a következő hidakhoz, ráadásul dupla híthoz. Ahogy a Cseresznye utcán két híd található. Egy újonnan, egy régén épült híd, és egy újonnan épült híd, ami azért elég érdekes. Hiszen ez a legújabb hídja Békésnek, hogy hát eddig a legújabb híd, aztán majd még lehet, hogy fognak építeni a közeljövőben. Hát ki tudja, sose lehet tudni, hogy mikor támad egy jó ötlete a városvezetőknek, hogy ide hidat, újabb hidakat építsenek. Ami amúgy nem lenne rossz, tehát lehetne még hidakat építeni ide, Békésre. Úgyhogy, hát, úgyhogy mindjárt megjövünk. Elég, ez a második, ez meg hát ez is egy nagyon forgalmas híd, bár mostanában ez annyira nem mer, hiszen amióta megépült az M4-es, azóta nagyon nem forgalmas híd, de forgalmas volt. Hát én megkockáztatom, hogy kimegyek arra is, tehát itt valahol lerakom a kerékpárt. És hát egyben itt el is fogunk búcsúzni, hiszen a nagy híd és a kiásott híd az egy extra lesz. Cseresznye utca híd. Hát először a régit fogunk felvenni. Hát az is faszerkezetű híd volt. Szélessége 9,6 méterre, ennek nincsen lemérve, hogy hány méteres, de ez is egy faszerkezetű híd volt. Hát ugye, de ugye ennek sincs funkciója, semmi funkciója nincs. Annyi, hogy az áthaladó forgalmat lebonyolítja itt Békés és Csaba közt. Különben semmi, tehát abszolút az a kívül semmi funkciója van itt, meg azért elég életveszélyes járni, úgyhogy mindjárt hát mindjárt le is megyek róla, mert jön a következő híd, ami szinte az még a gyalogos híd. Úgyhogy még egyszer ez a Cseresznye utcai autós forgalmas híd. Úgyhogy erről ennyit kell tudni, az egyik végén csak sima korlát van, a másikon meg hát ugye a hídnak a korlátja van. Úgyhogy ennyi. És akkor az utolsó hídunk. Na se írtam. Hát azt nem írtam le a régi, vagy leírtam. De leírtam. Cseresznye utcai kerékpáros híd, ami egy teljesen új híd. 2014-ben adták át. Vagy hát épült fel. Tehát ez sokkal szélesebb híd. Erről nem tudom sem a szélességét megmondani, sem a hosszát, de ez is gondolom kb. 10
10-11 is környékén van, úgyhogy hát ennyi. Hát sétáltunk rajta. Ez csak kerékpáros híd. Ez azért épült ide, hogy aki Csabára szeretne bemenni kerékpára, vagy onnan jönni, annak ez a híd egy megfelelő célpont. Ez hát eléggé kint van a városból, de mindegy. És akkor utoljára még elmondom, bár oda most sajnálatos módon nem megyek ki, és ezt nézzétek el nekem, mert nagyon messze van. A Malomasszonykerti híd, ami az 1960-as években épült fel, és egy korszerű vashídról kell beszéljek. Biztos nagyon szép híd, tehát szerkezetében biztos nagyon szép híd. Annyira messze van, hogy én oda most már nem megyek ki. Teljes hossza 12 méter, szélesség pedig 2,7 méter, de én oda nem fogok most kimenni. Majd egyszer tán fogok róla fotót készíteni, és ennyi. Ennyi lett volna a hidak, még a nagy híd is, és a kiásott híd is majd a következő videó tartalma lesz. Azok ilyen extrák lesznek, az is érdekes lesz, azoknak lehet, hogy bővebb történetet el fogok tudni mondani, de ezekről a hidakról most így ennyi. Úgyhogy megköszönöm a figyelmet, aki ezt a videót ma megnézte. Innen búcsúzunk a Cseresznye utcáról. Iratkozzatok fel a YouTube-ra, ha látni akartok még ilyen videókat a YouTube-os oldalunkra. És ezt a videót köszönöm, hogy megnéztétek. Úgyhogy sziasztok!